Mit jelent számodra, hogy te lettél az év modellje? Hát ez egy nagyon nagy elismerés, mert ez azt jelenti, hogy idén az én munkámat tartották a legjobbnak az országban. Számítottál rá, hogy te fogod megkapni a díjat? Reménykedtem benne, és most nagyon boldog vagyok, hogy tényleg én kaptam ezt a díjat. Elég sok mindent, sok nagy munkát csináltam az elmúlt évben, ezért bíztam benne, hogy én fogom megkapni. Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen munkásságaid voltak, milyen nagy cégeknek dolgoztál eddig. Hát a legnagyobb elsősorban a Prada. Én nyitottam meg a 2008-as bemutatójukat tavaly szeptemberben. És ez egy nagyon nagy szó, mert aki megnyitja a Prádának a bemutatóját, az egy nagyon nagy elismerés a szakmában, mert nagy hangsúlyt kap az a lány, és onnantól kezdve sok munkát kap, jó munkákat. Inkább külföldön dolgozom, mint Magyarországon? Igen, igen. Az Iconnál vagyok, az ügynökségem itthon, és ők leginkább külföldre dolgoznak. De emellett itthon is dolgoztam valamennyit, csak nem olyan sokat. Milyen lapokban láthatok viszont a fotóidat? Itthon a Room magazinban, az Elite-ben, voltam az Elle-ben is, Marie Claire-ben is, és ennyi szerintem. Mióta foglalkozol modellkedéssel? 2 évvel ezelőtt kezdtem, de úgy ténylegesen csak 1 éve dolgozom, mert akkor még iskolában voltam, egyetemen, és nem volt annyi időm utazgatni. És azóta most van időm utazni, úgyhogy tudok erre fókuszálni. Az azt jelenti, hogy 1 éve foglalkozok komolyabban a modellkedéssel, és ekkora sikereket értél el? Igen, igen, ez engem is megdöbbentett, de így van. Tehát konkrétan úgy, mikor először utaztam ki Párizsba, az 1 éve volt márciusban, és azóta jutottam idáig, sok munkával és sok támogatással. Mit jelent számodra ez a szakma? Számomra? Hát, én nagyon meglepődtem, mikor elkezdtem modellkedni, mert teljesen másra számítottam, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség az életben nekem. Rengeteget utazhatok, eljuthatok olyan helyekre is, amikről soha nem is álmodtam. És rengeteg tapasztalatot szereztem ebben az 1 évben. Szerinted miért pont te lettél a legjobb? Ez valamennyire szerencse kérdése is, meg azért annak is a kérdése, hogy az én karakterem az most nagyon meghatározó a divatvilágban. Tehát ilyen lányokat keresnek, mint amilyen én vagyok. Szeretsz egyébként a fényképezőgép előtt pózolni? Ez egy érdekes kérdés szintén, mert régen eléggé félénk voltam, vagy mondhatnám azt is, hogy szégyenlős, de ez egy olyan dolog, amiben bele lehet tanulni. Tehát az elején emiatt úgy gondolom, hogy nehezen indult a dolog, de ezt meg lehet szokni, meg lehet tanulni, és aztán lehet élvezni is. Sokan azt hiszik, hogy könnyű szakma a modellkedés. Szerinted? Én is azt hittem, de most saját tapasztalatból mondhatom, hogy nem olyan könnyű, mint ahogy a sokan hiszik, mivel ez a sok utazás azzal jár, hogy nem lehetek itthon a családommal, a barátaimmal. Sokat vagyok egyedül. És a maga a munka, egy fotózás, vagy akár egy bemutató, az is eléggé megerőltető. De ezen felül nagy élvezet is. Egyébként te személy szerint szépnek tartod magad? Húha, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy igen, talán szép vagyok. Ezt még soha életemben nem mondtam ki. Inkább én nem is tudom, az a fontos, hogy más... Ebben a kérdésben az a fontos, hogy mások mit gondolnak erről, és mások úgy gondolják, nem is hagyományos szépségnek tartanak, hanem azt gondolják, hogy úgy egész szépen vagyok szép, tehát kisugárzással, mindennel együtt.